Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja, mindig csak előre, erdőre, mezőre. Bogyó és Babóca, ha kisüt a napocska, szaladnak nevetve, dombokra, hegyekre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Lámpások. A Szent János bogarak a foágon himbálózó gömbházban laktak, a hegytetőn. Egy nyári reggelen arra ébredtek, hogy a ház leng, mint egy óriási hinta. Szélvihardul odakint, a szél lengeti a házat, mondta riadtan az egyik Szent János bogár. Meg kell állítanunk, mert leszakad, szólt a másik, de már késő volt. A kötél elszakadt, és a ház zuhanni kezdett lefelé. Kiáltották a Szent János bogarak, és villámgyorsan kiröppentek az ablakokon. Senkinek sem esett baja, de a ház összetört. Az erdő lakói összesereglettek a nagy hangzavarra. Összetört a házunk, sírt a legkisebb Szent János bogár, és odabújt Babócához. Majd építünk nektek új házat, ajánlotta Baltazár. A legnagyobb baj az, hogy összetörtek a lámpásaink, állapította meg a rangidős bogárka. Majd megragasztjuk valahogy, csóválta a fejét Bogyó. Nem, Bogyó, nem lehet megragasztani. El kell mennünk a nagy világító bogárhoz, csak ő adhat új lámpásokat, szögezte le a Szent János bogár. Mikor indulunk? Kérdezték a többiek. Most, azonnal. A Szent János bogárkák útra keltek. Jó utat, kiáltotta Bogyó és Babóca. A bogárkák 3 napon át repültek. Az első éjszakát egy gomba kalapja alatt töltötték. Második éjszaka behúzódtak egy barlangba. Harmadnapra pedig megérkeztek a világító bogárhoz. Az öreg bogárháza épp olyan volt, mint a Szent János bogarak lámpása, csak sokkal nagyobb. A világító bogár lassan nyitotta ki az ajtót, nehezen mozgott, hajlott hátán 2 ezüst színű szárny csillogott. Hosszú sipkát viselt, és földig ért a szakálla. Olyan volt, mint egy varázsló. Gyertek be! Dünnyögte. A Szent János bogarak elmesélték, hogyan zuhant le a házuk, és hogyan tört el a sok lámpás. Igen, így volt, csak te tudsz segíteni. Jól van, segítek, adok nektek új mécseseket, de vigyázzatok rá, csak kevés erdőlakó tud világítani az éjszakai sötétben. Óvatosan egyenként átadta a lámpásokat a Szent János bogaraknak. Fogjátok, mondta, majd mindre rásuhintott a bottyával. A suhintástól fény gyúlt a lámpásokban. De szépek, köszönjük, ígérjük, hogy vigyázni fogunk az új lámpásokra. Lelkendeztek a bogárkák, és már ki is röppentek a házból. Fogunk lakni? Hova megyünk, ha hazaérünk? Kérdezgették egymást tanácstalanul. De nem kellett sokat törniük a fejüket. Ha-ho, ha-ho, gyertek erre, itt az új házatok! Kiáltotta egyszerre Bogyó, Babóca, Baltazár, Pihe, Vende és a többi erdőlakó. Beépítettük nektek a faodút, lelkendezett Bogyó. Igen, ablakokat és ajtót is tettünk rá, folytatta Pihe. Így már biztosan nem zuhan le többet a házatok, tette hozzá Baltazár. Köszönjük, mondták a Szent János bogarak, és fáradtan nyugovóra tértek új hajlékukban. Befeküdtek a 15 ágyba, és már is elnyomta őket az álom.